70 évvel ezelőtt a II. Világháború utolsó napjaiban a partizánok tömeges bosszúhadjáratot folytattak Vajdaság magyarok lakta településein, Csantavéren is. Akik eltűntek, akiknek nyomuk veszett, akik soha többet nem tértek vissza családjaikhoz. Emberek voltak, a szomszédaink, rokonaink. Olyan emberek, akik úgy tudták, nincs félni maguk. Nem követtek el semmit, így hát nyugodt lélekkel várták a háború végét. Nem menekültek. Arra, hogy magyarok nem úgy gondoltak, mint bűnre. Hiszen emberi léptékkel nem is az. Csak a gonoszság, a magából kivetkőzött embertelenség volt képes ezt másként gondolni. Az 1944-es véres őszről nem beszéltek a vajdasági magyarok. Nem beszéltek a csantavéri magyarok sem. Legyilkolt szeretteik emlékét a szerencsétlen, megbélyegzett sorsú családjaik titokban őrizték, titokban emlékeztek. Gyerekeiket az iskolában arra tanították, hogy a II. Világháborúban a magyarok szörnyű bűnt követtek el 1942-ben. De arról már nem tartottak történelem órát, amit a partizánok tettek a magyar lakta vidéken. Az emberi méltóságba, az erkölcs erejébe vetett hit volt az, ami megtartotta az ártatlan áldozatok, az elhurcolt, legyilkolt magyarok emlékét a közösségben. Mert nem csak a családok emlékeztek, hanem a közösség is. A magyar közösség megtartó ereje őrizte 70 éven keresztül az elhurcolt, eltűnt, legyilkolt csantavéri magyarok emlékét. A hozzátartozók makacs reménye, ami nem szűnt meg remélni, hogy eljöhet a nap, amikor lesz egy hely a temetőben, ahová elhelyezhetjük az emlékezés, a kegyelet virágait, meggyűjthetjük a mécsest. 70 évvel a véres partizán őszt követően, a Szabadkai Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően elkészült az emléktábla, mely őrzi a mártírok emlékét és nevét. Most pedig felkérem Utcai Róbert atyát, hogy szentelje fel a 44-es emléktáblát, és mondja imád a mártírokért. Dicsértessége Jézus Krisztus, szép jó napot kívánok mindenkinek. Hát úgy hangzott a felkérés, hogy mondjak imád, én inkább azt mondanám, hogy mondjunk közösen imád mindazokért, akik a háborúban estek el. Mondjunk el egy közös imát, egy mi atyánkot azokért, akiknek a nevei itt az emléktáblán láthatóak, és imádkozzunk azokért is, akikről senki sem emlékezik meg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörögünk. Istenünk, szálljon áldásod erre a háború áldozataira emlékeztető új emléktáblára, hogy mindenkiben, aki rátekint, részvétet a háború áldozata iránt tiszteletet ébresszen. Legyen a Krisztus keresztje alatt megnevezettek és hozzátartozóik számára megbecsülésnek jele a község lakói részéről. Azokat pedig, akikre itt fájó szívvel gondolunk, fogadd az örök élet honába. Zaklatott és szörnyű véget ért földi életük után, te légy számukra a megnyugvás, a boldogság és a véget nem érő élet. Figyelmeztessen ez a hazánkért életüket áldozókra emlékeztető emléktábla hazánk iránti kötelességünkre és felelősségünkre. Adj uram a meghaltaknak, akikre ez az emléktábla emlékeztet, örök nyugalmat. Áld meg, és tedd ezt az emlékművet az emlékezés szent helyévé, adj vigasztalást
az itt jelzett áldozatok hozzátartozóinak, és végül adj mindnyájunknak békét és egyetértést, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre az emléktáblára és az itt egybegyűltekre, és maradjon mindnyájunkat ez az isteni áldás. Amen. Istennek legyen. Dr. Anasztázia, az életjel szavalója, elmondja Reményik Sándor Úgy fáj már minden című versét, majd Kozma Boldizsár szól a hozzátartozók nevében. Reményik Sándor, úgy fáj már minden. Úgy fáj már minden, minden ideben. A szó és a mozdulat és a csend is fáj. Minden, mi által reszked szívemen. Legyen az ember, muzsika vagy táj. Úgy fáj már minden, minden ideben. De néha egy-egy halk szó símogat, s rejtek úton a szívembe talál, s álomba ringatja a kínokat, elaltatja a múltat s a jövőt. Pedig benehéz megtalálni már az ösvényt, a szívembe vezetőt. Gyom és gaz benőtte az utakat, ördög palánták ágaskodnak rajtok, száraz kórók és keserű füvek, minden, mi beteg szívemből kihajtott. Mártír a szó, mely jó hozzám ez úton, és szent a szív, mely küldi őt ezen, s mely liliomok magvát hinti el ott, hol különben csak bogáncs terem. Áldott az óra, és áldott a szél, mely liliomok messze magvát hozza, magot, melyből a békesség kikél. ...1944-ben elvesztettem azt, akit úgy hívnak, hogy apa. Akkor 2 évesen, ebből még nem értettem semmit. Apám hiánya akkor fájt először, amikor mezítlábas gyerekként a többi gyerekkel játszottam. Őnekük volt apjuk, nekem nem. Apámról csak azt tudom, amit mások elmeséltek. Vígkedélyű, szorgalmas, igazi magyar ember volt, aki soha nem tagadta meg nemzeti hovatartozását. Vizsgálóként dolgozott, az egész környék ismerte és tisztelte, soha az életében senkit nem bántott. 44-ben a magyarok kivonulása után jött a megtorlás. A falu szerb állatorvosa, dr. Macedónics szólt neki, Matyi egy időre tűnj el. Senki emberek rád vetették szemüket. Heteken át bújdosott, eközben családját, 5 gyermekét és feleségét rettegésbe tartották. Elvették mindenüket. Obat, kocsit, tehenet, és rájuk gyújtották a házat. Hogy ennek vége legyen, pontosan 70 évvel ezelőtt, halottak napján hazajött, utoljára. Megbeszélésre hívták a községházára. Megborotválkozott, felhúzta ünneplő ruháját, elbúcsúzott családjától. És így indult későbbi gyilkosai elé. Azóta nem tért haza. Ez csak egy történet abból a több tízezerből, ami a délvidéki magyarokkal a 44-45-ös atrocitások ide alatt történt. Sajnos a mi szűkebb közösségünket Csantavét sem került el a vérengzés. Apákat, testvéreket hurcoltak el, ártatlanul kínoztak, majd végezték őket. Családok váltak csonkával, asszonyok maradtak férjük, gyerekek pedig apjuk nélkül.
Most elérkezett az a pillanat, amikor ezeknek az ártatlan embereknek emléket állítunk a falunkban is. Ez az emléktábla elé le tudunk tenni egy szál virágot. Ez a hely lesz az, ahol majd tudunk emlékezni. Végezetül. Megköszönöm mindannyiunk nevébe Pásztor István elnök úrnak, hogy az elejétől kezdve támogatta az emlékmű felállítását. Köszönet a Magyar Nemzeti Tanácsnak, Lovas Ildikónak, a Maglai Jenő polgármester úrnak, aki az majd 20 évig segített nekem, valamint mindazoknak, akik ma velünk együtt emlékeznek. Kérem Maglai Jenőt, Szabadka polgármesterét, hogy tartsa meg alkalmi beszédét. Tisztelt emlékező gyülekezet! Talán az utolsó település Szabadka területén, ahol emléktáblát avatunk, ahol azt a sírt, amely jelöletlen, megjelölünk a Csantaéren is. Az elmúlt 20 évben komoly munka, komoly küzdelem volt annak érdekében, hogy a magyar közösség elfogadtassa, hogy a magyar közösség megjelölhesse azokat a helyeket, ahol a mártírjaik, ahol az ártatlan áldozatai fekszenek ennek a közösségnek. Ahogy Kozma Boldizsár is elmondta, 44-ben olyan vérengzések történtek, amelyeknek nem lett volna szabad megtörténni. Az emberi elme, a gyűlölet, a bosszú az kerekedett fel, és ennek abban az időben létjogosultságot adtak. Nem egyszerű, és nem volt könnyű a közösségnek, a közösség vezetőinek visszafordítani ezt a folyamatot, és ami a legfontosabb, az egész magyar közösség egyöntetűen támogatta, hogy igenis jogunk van arra, hogy ott, ahol az ártatlan áldozataink vannak, azokat a helyeket megjelöljük és emlékezzünk rájuk. Emlékezzünk rájuk azért, hogy többé soha ilyesmi ne forduljon el. Én remélem, hogy a közösség minden évben Csantavéren is meg fog emlékezni az emléktáblánál, figyelmezteti jelként fogja fel azt, hogy ezek az események ebben a közösségben és ebben a régióban többé ne történhessenek meg. A közösségnek a feladata, az örökknek a feladata, a csantavérieknek a feladata, hogy emlékezzenek ezekre az emberekre, akik mártírként haltak meg. A közösségnek a feladata, hogy az nemzeti öntudatot erősítse, őrizze, mert a megemlékezések és az emléktábla ezt erősíti. Csak az a közösség nem fogja tudni továbbvinni saját erejét, akik nem emlékeznek múltjukra, és akik ebből a múltból nem tanulnak, és nem vonják le a következtetéseket. Én remélem, hogy ez a fajta emlékezés, és ez a fajta következtetés másokra is ugyanúgy fog vonatkozni, mint mi ránk. Az önkormányzatnak a feladata pedig az, hogy segítse ezeket a folyamatokat, és ösztönözze azt, hogy itt mindenki sajátjaként érezze magát. Köszönöm szépen! Megemlékezésünket a koszorúzás zárja. A Vajdasági Magyar Szövetség nevében Kern Imre, a VMS elnökségi tagja helyezi el a kegyelet virágait. A Szabadkai Önkormányzat koszorúját Maglai Jenő polgármester és Bús Otto helyezi el.
A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezete nevében Bunforti Vadarkhoz húz. Kozma család hozzátartozói nevében Kozma Boldizsár és Mária helyezi el a kegyelet virágait. Megemlékezésünk végére értünk, a mártír csantavérjek emlékére Babos Árpád ad elő egy síratót. Mosáncolják a temetőt, ültetnek belé egy szegfőt, nem szegfűt, nem három ára édesapját. Jaj, Istenem, merre menjek? A társammal szembe menjek. Négy szár házam, zörgő forgács, nyugvó ágyam. Sok rút férgek küznek értem, osztozkodnak a testemen. Ábrahám kebelébe helyez, az én szívem ott örvendez. Thank you.